Ez itt a Sláger TV híradó, a magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóban beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek elmondhatják a véleményüket, és ha kell, tisztázzuk a hamis híreket. A mai adásban Feke Pál mesél nekünk most induló musical iskolájáról, megtudhatjuk, mi újság Pintácsi Vikivel, illetve érkezik hozzánk Török Ádám, aki egy klasszikus zenei ihletésű rock műsorral járja az országot. És természetesen szóba kerül az a koncertsorozat is, amelynek során ismét a legendás budai ifjúsági parkban lépnek fel a korszak meghatározó zenekarai. Először pedig már itt is van Éliás Junior, aki elhozta vadonatúj klipjét. A Tabuk nélkül című videóba bele is nézhetünk, illetve most megtudhatunk mindent az énekes körül zajló aktualitásokról is. Kezdődjék tehát a mai Sláger TV híradónk, amelyhez nagyon jó szórakozást kívánok! Néha a zeneszerzőknek néha jót is tesz, hogyha kicsit szenvednek például, mert akkor lehet írni egy jó dalt, és ebből jött a Tabuk nélkül is, az ebből a vívódásból, ami kezdetben egy angol nyelvű dal volt, Make It Right címmel, majd találkoztam valakivel, egy párkapcsolati terapeutával, Pilát Gáborral, aki úgymond kaptam egy inspirációt, hogy írjam meg ezt a dalt neki, az ő könyvéhez, mint főcímdalt, meg a műsorához, és hát olyan jól sikerült a szöveg Major Eszti közreműködésével, hogy ez a dal most eléggé tarol, eléggé szépen így úgy töri az utat, és nagyon sokan szeretik, mert baromi aktuális a szövege. Ugye arról szól, hogy az őszinte kapcsolatokat firtatja igazából, hogy a szerelemben ne legyek tabuk, és hát én ezt úgy érzem, hogy a barátságokra is át lehet ültetni, mert nem csak a szerelemben, de az emberi kapcsolatokban is az a jó, hogyha minél nyíltabban, őszintében tudunk egymással úgymond élni, és beszélni, és kommunikálni. Valami eltört bennem, különös fegyver egy szó, szerepek jönnek, mennek, de neked így vagyok jó. Ezen felül másoknak is írok egy nagyon kedves énekes hölgynek, akit úgy hívnak, hogy Monita, és nagyon-nagyon jó kis dal született neki is, az a címe, hogy a jóból nem elég, és ez is egy jó pofa szöveg, mert az ő szerelmének a történetét boncolgatja, hogy tulajdonképpen ez egy fohász, egy hála az egész, és hát az is egy nagyon jó dal lesz, és visszatérve még a Tabuk nélkülre, hogy egyébként eredetileg azt a dalt is másnak akartam írni, csak annyira megtetszett a dal, meg annyira magaménak éreztem a töltését, azt a belső fájdalmát, hogy végül úgy döntöttem, hogy én énekelem el. Idén, így 2017-ben, így most így úgy érzem, hogy ez a nyár, ez egy nagyon jó kis nyár lesz, mert sok felé megyek vidékre. Leszek vendég az Abrakazabra zenekarnak, leszek vendég a Unitednak, akkor leszek, saját koncertem is lesz augusztus 4-én például a Jazzborn napokon Lellén, nem sokára megyek vasárnap a Szegedi Borfesztiválra, ami szintén egy nagy szabású rendezvény számomra. Nem nehéz a lánc, csak ha mindig visszaránt, mikor szárnyalni. Szeptembertől májusig minden hónapban a Budapest egyik legszebb klubjában, a legfrekventáltabb helyen, bent a belvárosban, és csupa menő énekesek között nagyon nagy sztárok léphetnek ott föl, tehát minden hónapban ott adok nagy koncertet, úgyhogy amire várok mindenkit szeretet, és remélem, hogy te is eljössz. A
Csiviki a 80-as évek végén tűnt fel a legendás rock színház darabjaiban, majd az Ergo vokalistájaként láthattuk, és 93-ban pedig első önálló albumával megtörtént az áttörés számára. Azóta látványos sikereket ért el énekiskola vezetőként, íróként és műsorvezetőként is. A rendkívül sokoldalú énekesnő jelenleg Chris Rudival közös estjével járja az országot, illetve gyermekeivel, Viktorral és Ankával is van közös műsoruk. Lássuk tehát, mi újság Pintácsi Vikivel! Csípjél fel, ne hagyd ki engem, hidd el, megéri. Csípjél fel, szeretni tudni kell, még ha félsz is. Csípjél fel, ne hagyd ki engem, hidd el, megéri. Csípjél fel, akkor jó, ha forró a csomag. Körülbelül 20 esztendőn keresztül éneket tanítottam gyerekeknek a Viki Suri elnevezésű ének- és tánciskolámban, ami az elmúlt 4-5 évben kikerült az életemből, de én mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem mondtad soha, tehát lehet, hogy még fogok az életem során tanítani. Most annyi elfoglaltságom van, hogy nem fér bele az időmbe, de valóban nagyon szép időszaka volt az életemnek, és te is része voltál, így van. Valóban jól érzem magam, és nagyon örülök annak, hogy ez így lejön, és mások is észreveszik. Annál is inkább, mint hogy terveim közt szerepel a sok-sok egyéb bokros teendőm mellett az is, hogy ezt a fajta életmódot, vagy életmódváltást átadjam majd más hölgyeknek, és akár uraknak is. Úgyhogy valóban a közeljövőben tervezem, hogy egy ilyen jellegű, holisztikus programmal is előrukkolok. Alapvetően és mindenek előtt édesanya vagyok. Viccesen azt is szoktam mondani, hogy sok mindent csináltam életem során, meg most is nagyon sok mindent csinálok egyszerre, de a legjobban szerintem tuti, hogy szülni tudok. Úgyhogy a legeslegbüszkébb a három nagyon szabad, nagyon tehetséges, nagyon kreatív és szerintem gyönyörű gyermekemre vagyok. Ezután pedig talán az éneklés az, amit kiemelnék, hiszen az már nagyon kicsi korom óta, 13-14 éves korom óta intenzíven jelen van az életemben. Bár hullám tehát mikor éppen mennyire. Mellette mindig csináltam legalább 2-3 dolgot, amik mind kreativitást és alkotást igénylő dolgok voltak, a ruhatervezésen keresztül, a tanításon át, egy csomó mindent. 10 éve van jelen az életemben a fotózás, intenzíven, tehát munkaként, hogy úgy mondjam, megélhetésként. Előtte is hobbi fotós voltam, sőt a minap pont posztoltam egy olyan képet, ahol édesapám áll mellettem, gyönyörű szépen és fiatalom, én pedig 5 évesen egy régi valami kis Smena fényképező éppen a kezemben pózolok, szóval ebből is látszik, hogy ez sem egy egészen új keletű dolog az életemben, de idén 10 esztendős a nővarázsoló műhely, a hölgyeket átvarázsoló stúdió, melyben sminkessel, fodrásszal dolgozom együtt, és én vagyok a fotós, a sminkes pedig a nagy lányom egyébként. Élőzenés estem fut mostanában, az egyik Chris Rudival közös akusztikus estünk, amit nagyon-nagyon szeretek, mert azt hiszem, hogy Rudit elsősorban a slágereiről, a top hitjeiről ismerik itt Magyarországon, és nem tudják azt, hogy egyébként ő elképesztő tapasztalattal és tehetséggel rendelkezik az élő zenés, egész estés, zongorázás, éneklés terén. És én láttam őt 2 évvel ezelőtt egy helyen így játszani, és ott megismerkedtünk, összebarátkoztunk, és akkor fogant meg ennek a közös estnek a gondolata. A másik az pedig a gyermekeimmel, illetve elsősorban Viktorral, az idén szeptembertől Jazz Konzis kisfiammal közös műsorom, ahol ő elsősorban ott nem basszusgitárosként, hanem énekesként mutatkozik meg, és egy nagyon kedves kis barátja, osztálytársa, akivel a zenei osztályba járt együtt most felsőben, Kocsis Barna Peti, ő kísér minket gitáron, és vendégként Anka, a nagylányom is 2 dallal felép, sőt, néha még Zolna, a kislányom szoprán szaxofonozni is szokott ebben a műsorban. Ja, és én is énekelek egyébként. With his song.
Mindjárt érkezik hozzánk Feke Pál, akit hamarosan tanár úrnak szólíthatunk. Előtte azonban egy kis rock. A hét elején robbant a bomba, hogy ismét megelevenedik a budai IFI park. A legendás helyszínen több mint 30 év után egy koncert sorozat keretében újra színpadra áll a P-Mobil, a Beatrice, a Piramis, a Skorpió, a Kártágó és természetesen a Mini is. A következő vendégünk tehát Török Ádám, a legendás Mini vezetője, aki szintén lázasan készül a nagy eseményre, illetve beszél a vadonatúj projektjéről is, a vonós négyessel kiegészült Bartók On rock formációról, amellyel nyáron az ország neves komoly zenei fesztiváljain is megfordul. A részletekről viszont meséljen most nekünk Török Ádám. Te figyeld, amit mondok én, te figyeld, ez az én zeném. A vasárnapod még szabad, itt el jól érzed majd itt magad. A Mini Quartettel a legendás helyünkön, a budai IFI parkba megint játszunk, a Várkert Bazár néven fut a hely, gyönyörűen megcsinálták, és négy nagy koncert lesz, és augusztus 12-én a legendás Mini P-Mobil buli, ami ugye a 70-es években Mini P-Mobil keddek voltak, a rock keddek, 6-7 ezer emberek kedden este, hát ma már 5 évente se tudnánk ekkora bulit csinálni, akkor minden héten volt kedden, és ezt megismételjük, tehát augusztus 12-én. Nálunk az idő úgy elszalad, bár az őségi bemrak parthat. Írtam most egy balladát, Emlékút a Ballada folyón, ami most jelenik majd meg az új lemezünk is, azon is rajta van, és már a tavaly előtti CD-n is rajta van, ami az elszállt barátaimról szólt, akikkel én egy színpadon vagy egy stúdióban melóztam, és már olyan hosszan óta alig bírom elénekelni. És ugye azért csináltam most megint meg vonós négyessel a nótát, mert hát megint egy csomóan felmentek, ott vannak fent, ott fent. Mindenki azt hiszi, hogy csak a gőzhajó van, nem, nekem 120 dalom van jogvédet, ami közt ugye csodálatos balladák vannak, Vissza a városba, Keresztes rova, Kell a barátság, vagy a Asztalhoz leült, amit barátaimmal írtam, a Német Karcsival, a Pap Gyuszkóval, vagy a Závodi Janóval, és ma is szeretik az emberek még mindig. Sok melón van, két formációm van most, a Mini Quartett, amiben a Német Karcsa zongorázik, a Nagy Pista basszusozik, és van egy fiatal dobosunk, a Tóth Dénes, és én ordibálok, óvaládom, és aztán van a csodálatos új dolgom, a Mini Acoustic World Pap Gyuszkóval, Bartókon rock, tehát Bartók a sziklán, ahol egy csodálatos női vonós négyessel játszunk, óriási sikere van, Kézdi Luca egy fantasztikus hegedűsnő, nagyon nagy buliaink vannak velük is. Például megyünk Miskolcra az Opera Fesztiválra, június 23-án, aztán július 8-án a 25. Paksi Fesztivál fő attrakciója vagyunk, ugye ott is meg lehet hallgatni a Bartók on rockot, ezt a vonósokkal a mini rock zenéjét, és a Tabánban nagy sikerünk volt május 1-én így, és egyre inkább jönnek a meghívások. Nálunk nem ködös, itt szó se gép, nálunk a zene is épp elég. Az igazi nagy közönségem nekem ugye a Ratkó gyerekek voltak, akik ugye a 50-es évek első felébe születtek, és ugye állítok háromszor többen voltam, mint az átlagos magyar népsűrűség, ez nekem jól jött, mert az én progresszív zenémnek, ami egy elvont zene volt, sokkal nagyobb volt a merítési lehetősége, és így rengetegen jártak a koncertjém, ezek még élnek, jönnek a buliaimra, és aztán vannak fiatalok, mert én soha nem hagytam abba. Mindig voltak különböző kis formációm, a Rhythm and Blues, a Rabocska, szóló buliaim rengeteg vannak, és van egy kis közönségem, akik követnek, és így szerintem a pólyásokat kivéve majdnem minden korosztályban. Ha fejed néha kavarog, gyere le és szórakozz, hagyjatom a gondokat. Volt egy olyan dal, amikor egy korsósörnek volt dolga. Arra még emlékszel, és használod-e még ezt a szokásodat? Hát igen, a nagy Rhythm and Blues korszakomban, Rabocskával 90-es években használtam, pláne szabadtére. Kicsit melegen volt, akkor lejöntöttem magam egy korsósörre. Ma már nem csinálom, mert nem is iszom sört különböző okok miatt.
a bort szoktam még inni, de ha nem szívesen öntöm le magam, inkább legörgetem a torkomon. A vasárnapod még szabad, itt el jól érzed majd itt magad. Nálunk nem ködös, itt szó se gép, nálunk a zene is épp elég. Nálunk az idő úgy elszalad, bár az őségi bemrakpathat. Musical iskolát indít Feke Pál. Az ország egyik legkeresettebb musical színésze szeptembertől Budapesten indít képzést, ahol rajta kívül további neves szakemberek oktatják majd a szakma mesterfogásait. A következő percekben erről beszél nekünk az énekes, illetve szóba kerül az is, hogy hogyan készül az apai szerepre, hiszen feleségével, a csapatvilágbajnok öttusázó Gyenesei Leilával hamarosan igazi családdá bővülnek. Szólítád az én atyám, uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám. A sír oly hallgatag, a szó is fennakad, a szív majd megszakad e súly alatt. Most az apa szerep következik, nyilvánvalóan ez mint magánember, ez szerintem minden férfi ember életében az egyik legnagyobb pillanat, úgyhogy természetesen nagyon fontos, meg hát én mindig nagyon fontosnak tartottam az egyensúlyt, vagy a mérlegnek a két nyelvét, hogy az azért a magánélet és a szakma sosem keveredjen össze, úgyhogy természetesen helyt kell állnom apukaként is majd nem sokára, és emellett pedig a színházi szerepek, fellépések, azok ugyanúgy mennek, én azt gondolom, hogy ez bele kell, hogy férjen az én életembe, sőt én szeretném is, bele is fog férni, tehát szerdai napokon én ezzel fogok foglalkozni, vagy ki tudja még, hogy fog ez bővülni és alakulni. A legfontosabb az, hogy ezt olyan professzionális körülmények között és olyan színvonalon tudjam csinálni, amit magamtól is elvárok, és amire szerintem, akik erre jelentkeznek, erre a stúdióra vagy abba a stúdióba, azok el is várnak tőlem már, úgyhogy most nagyon sokféle dolog van, ezeket össze kell hangolni, és akkor minden működik, azt gondolom. Uram! Te jónak láttad elszólítani, szent az akarat, mely így tud dönteni. Nagyon sok éve foglalkoztat engem az, és kerestek is meg azzal, hogy miért nem foglalkozom fiatalokkal, akik a zenés színházat, a zenés műfajt, a musicalt szeretnék elsajátítani, vagy közelebbről megismerni, és én úgy gondoltam, hogy eljött az idő, hogy megtaláljak ehhez egy olyan helyszínt, ami nekem nagyon fontos volt, hogy színházi körülmények között indíthassam el ezt a stúdiót. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az Oktogon mellett van egy kultúrközpont, és ennek van egy nagyon jó kamaraszínháza, egy 120 férőhelyes kamaraszínháza, ami hang- és fénytechnikával felszerelt, tehát infrastruktúra, mint színházi infrastruktúra megvan. Úgyhogy itt Bökönyi Anikó igazgatóasszonyal egy nagyon jó együttműködést kötöttünk, hiszen a stúdiónak ez adja az otthont, a helyszínt, és 2017. szeptember elejétől minden héten szerdai napokon ott fogok tartani foglalkozásokat, ezért mondom, nem is nevezem magam tanárnak, nem vagyok az, én úgy hirdetem és úgy mondom ezt mindenkinek, hogy azt a 20 éves színházi tapasztalatot és szakmai tapasztalatot, amit én a színpadon tanulhattam meg ezt a szakmát, azt én megpróbálom átadni. Uram, te ismered a lelkem titkait, tudod, hogy engem hatalom vágy nem vakít. Túri Lajos, aki az ország egyik legelismertebb koreográfusa, tartja majd a színpadi mozgás és táncórákat, és Bóna Ili nevű hölgy, aki pedig a színművészeti egyetemen, Színház és Filmművészeti Egyetemen korepetítor, ő lesz mellettem korepetítorként, tehát magyarul az a lényeg, hogy egy kis létszámú csoportos foglalkozásokon ez 6-10 főt jelent, a növendékekkel foglalkozom, nem egyéni órákról van szó, nem is lehet szerintem egy színházi műfajt egyedül elsajátítani, tehát ez mindenféleképpen csoport, és korepetitor együttműködésével, tehát folyamatosan ott van mellettem egy zongora kísérő, és gyakorlatilag egy színházi műhely munka az, amit én így elképzeltem. Ez egy szeptembertől májusig tartó évadban van felépítve, a végén, hogyha úgy alakul, ezt még nem tudom, nyilván ez a jelentkezések függvénye is, egy záró előadással fejezzük be majd az évadot. Miért kell a harc? Csak vérünk folyik, s egyre fogy. Nem.
nemzetünk. Szeptember 4-i határidővel lehet jelentkezni, utána van egy meghallgatás, és remélem, hogy a tehetségeket és azokat, akik elhivatottak a szakma iránt és a színház iránt, azokat most egyrészt megtalálom, másrészt pedig egy olyan csapatot, egy olyan közösséget hozhatunk létre, ami értéket képvisel, ahol együtt, egymást figyelve egy összehangolt munka folyik. Úgyhogy most gyakorlatilag ezzel foglalkozom éjjel-nappal, és nagyon sokan már elkezdtek jelentkezni, olyan jó érzés az, hogy érdeklődnek, nagyon sokan, hála Istennek. Úgyhogy remélem, hogy ez egy hosszú távú és nagyon, nagyon szép új dolog lehet az én életemben is. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetlek téged, s nem érhetlek el. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Te hallgatsz, én érzem a szívem fele. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen. Illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!